Jó estét kívánok, aktuális című műsorunkat látják. Az LMP EP lista vezetőivel, Vágó Gáborral beszélgetek ma esti adásunkban a párt programjáról, valamint az Európa Parlamenti választásokról. Üdvözlöm! Jó estét kívánok! Ugye a klímaváltozás áll a programjuk középpontjába. Először is arra lennék kíváncsi, hogy a mostanában sokat hajtott migráció helyett miért pont erre összpontosítanak? Mert ez a legnagyobb kihívás az egész emberiség számára, amivel valaha szembe kellett nézni. Tudósok a világ számos pontjáról mondják azt, hogy most már csak 11 esztendőnk van összesen arra, hogy érdemben megváltoztassuk radikálisan a gazdaságunkat, a viselkedésmódunkat, illetve a társadalmunkat azért, mert hogyha ezt nem tesszük meg, és továbbra is ilyen tempóba mérgezzük meg a bolygót, akkor visszafordíthatatlan természeti folyamatok indulnak be, és utána már élhetetlenné válik a Föld, és ha összeomlik az a természeti keretrendszer, ami adja az ökoszisztémának az alapját, akkor utána nem érdemes, nem tudunk ezzel mit kezdeni. Most még van időnk, nem sok, de van 5 évünk a következő Európa Parlamenti ciklusba, hogy átállítsuk az európai gazdaságot egy zöld, fenntartható módon, és utána a következő 5 évben a globális partnereinket az Európai Unióval rávegyük Amerikát, Kínát és Oroszországot arra, hogy ők is változtassanak. De először nekünk Európának kell példát mutatni. A zöldek, mi úgy gondolkozunk, hogy gondolkodj globálisan és cselekedj lokálisan. Nagyon fontos, hogy ezeket a nagy, magasztos célokat lefordítsuk a mindennapi cselekvésre. Viszont már most már sajnos nem ott tartunk, hogyha egyéni szinten, háztartási szinten, környezettudatosan élünk, szelektíve gyűjtjük a szemetet, komposztálunk, az elég volna arra, hogy ezt a krízist kezelni tudjuk. Mert a legnagyobb szennyezők azok nem a lakosság, hanem a globális nagyvállalatok. 100 nagyvállalat felelős az üvegházhatású gázok kibocsátásának 2/3-áért. És hogyha őket nem tudjuk visszafogni, ha nem tudjuk szabályozni, akkor sajnálatos módon ez a kérdés nem megoldható. De most még van arra lehetőségünk, hogyha Európai Unió szinten lépünk föl, akkor vissza tudjuk fogni az ő szennyezésüket. Könnyen belátható, hogy egy 10 milliós Magyarország nem olyan tárgyaló partner, mint egy 500 milliós Európai Unió. És ezért szeretnénk ezt a kérdést unió szinten kezelni. Fontos az látni, hogy ez egy európai parlamenti választás, és európai ügyekről kell, hogy szóljon, és nem olyan kérdésekről, amik szintén húsba vágóak, oktatás, egészségügy, korrupció, amik a magyarok mindennapjait most megkeserítik, de ezek nem kezelhetőek önmagukban unió szinten. Most a kérdés az az, hogy európai honpolgárként, magyarként, Békés Csabaiként, lokálpatriótaként képesek vagyunk-e a holnap kérdéseire most valódi választ adni, mert hogyha holnap akarunk már rájuk választ adni, akkor már késő lesz. Ugye az LMP az éghajlatváltozási vészhelyzet kihirdetését követeli, és a párt már az erről szóló törvényjavaslatot be is nyújtotta. Ez mégis hogyan kapcsolódik az EP programjukhoz? Hát ugye a számos ország megtette már ezt, Írország, az Egyesült Királyság, és számos országban javasolták ezt a zöldek, hogy most azonnal meg kell hirdetni ezt a vészhelyzetet, és a vészhelyzetre cselekvési tervet kell készíteni. Mert most már nem elodázható. Tudjuk a 70-es évek óta, hogy óriási probléma lesz, de most már olyan szintűvé vált a baj, hogy radikális lépések kellnek. Hogyha 70-es években észbe kaptunk volna, akkor mérsékelt lépésekkel is meg lehetett volna ezt oldani, de most már túl nagy lett a probléma ahhoz, hogy ezt csak úgy simán életmód kérdésként fogjuk föl. Épp ezért mondjuk azt, hogy 3 olyan terület van, amiben azonnali cselekvést követelünk. Az egyik az energiaforradalom. Át kell állni 100%-ban megújuló energiára. A napenergiánál rendkívül fontos az, hogy ne csupán napelem mezők legyenek, az nem a legjobb megoldás. A legjobb megoldás az, hogyha a házak tetején, családi házak tetején, társas házak tetején van ott. És ugyanúgy a házaknak az energiája szigetelési, vagy energiahatékonysági programjára szigetelési programot kell indítani uniós támogatásból.
Az tarthatatlan, hogy egy uniós tagállamban be van tiltva a szélenergia telepítése. Szélkerekeket nem lehet Magyarországon telepíteni, mert a kormányzat ragaszkodik 10 körömmel a Paks 2 beruházáshoz, amely nem jó másra, csak az, hogy az Oroszországgal szembeni függésünket növelje. És ami itt a Délalföldön, Békés Csabán is kiváló adottság, az a geotermikus energia. Ez nagyobb beruházást igényel, de az egész távrendszert, távfűtést ki lehetne vele váltani. Ez energiaforradalom az egyik alappillér. A másik a közösségi közlekedésnek a fejlesztése, főképpen a vasút fejlesztések. Legyünk képesek arra, hogy gyors vasutakat tudjunk építeni, és ezzel kínáljunk alternatívát a repülésnek. Mert most az Európai Unióban a repülésen nincsen adó. És ezért ilyen olcsóak a repülők. De a vasúton persze meg van. Sokkal szennyezőbb a légi közlekedési szektor, mint az autóközlekedés, hogyha összevetjük. Fontos az, hogy inkább a városban közlekedünk, próbáljunk meg biciklivel járni, de az igazi probléma a légi közlekedési szektor, ezt kell kezelni. A harmadik fő terület az pedig a mezőgazdaság kérdése. Ugye az Európai Unió költségvetésének a fele a közös agrárpolitikára megy rá. Ezért is nagyon fontos unió szinten, hogy hogyan tudjuk átalakítani a mezőgazdaságunkat, hogy ez fenntartható legyen. Most jelenleg a legnagyobb földtulajdonosok, az agrárbárók, Mészáros Lőrinc, de hogy balról is mondjak egyet, Leistinger kapják a legtöbb Európai Uniós támogatást a földalapú pénzekből. És közben a kisgazdáknak, akik kis és közepes gazdaságokat üzemeltetnek, folyamatosan szorulnak vissza. Nekünk az a célunk, hogy ne a zöldbárókat, hanem azokat támogassuk, akik nagy hatékonysággal és munkaigényes ágazatokban, főképpen zöldség- és gyümölcskertészetben tudnak munkahelyeket teremteni, mert ez adja a vidéknek a népesség megtartó erejét. Miközben a nagygazdák egy műholdról irányított traktorral 100 hektárokat tudnak művelni, addig a gazdálkodók akár 10 hektáron egy tucat embernek tudnak munkát adni. És nagyon fontos a talaj megművelésnek a módja. Ugye a talajszerkezet az nagyon nagy mértékben megváltozott a vegyszeres gazdálkodás miatt, és szeretnénk a biogazdálkodásra nagyobb hangsúlyt adni, hogy legyen íze a gyümölcsöknek, mert ez kiveszett, és pontosan az uniós támogatásokon keresztül el lehet érni azt, hogy ismét legyen íze a paradicsomnak. Európai szinten és az Európai Parlamentben ön jelenleg milyennek látja a klímapolitika helyzetét? A zöldek abban sikereket értek el, hogy most már beszél róla. Most már minden párt beszél a klímavészhelyzetről, de cselekedni még nem cselekedtek. Most a következő ciklusnak a fő felelőssége, hogy hogyan tudjuk radikális lépésekre rákényszeríteni a státusz quo pártjait. A jelenlegi helyzetben a konzervatív néppárt, a szocialisták és a liberálisok, ők vezették az uniót eddig. De most egyre többen gondolják azt, hogy véget kell vetni ennek a státuszkónak, ennek az uralomnak, mert ezek a pártok a nagy vállalatokkal szövetkeztek. A nagyvállalatok lobbistái írják javarészt a szabályozást. És két kihívó van, egyrészt a zöldek, másrészt a populisták. Viszont a populisták megosztottak, nem értenek sok mindenben egyet a részletkérdésekkel. Nekünk zöldeknek és a zöld pártcsaládnak az a nagy ereje, hogy a részletkérdésekben is egyetértünk, és ezért tudunk királycsinálóak is lenni a következő parlamentben, és ezért lesz szükség minden egyes zöld szavazatra, és így a zöldeknek a méretünkhöz képest jóval nagyobb súlyunk lesz az Európai Parlamentben, hogyha van Magyarországról is annyi támogató, hogy támogatásukkal el tudjunk érni azt, hogy Európa zöld legyen. Ebben a kampányban egyébként nem számoltak ellenzéki összefogással? Nem lett volna könnyebb így listát állítani? Lehet, hogy listát könnyebb lett volna állítani, de az állampolgárokat jóval nehezebb megszólítani akkor, hogyha az üzenetek teljesen kakafóniában vannak. Én azt gondolom, hogy egy harmóniát úgy lehet megteremteni, hogyha minden szólamnak megvan a saját súlya, és hogyha mi el tudjuk vinni azokat az embereket, akiknek fontos a jövőkérdése, fontos a természetvédelem, fontos az, hogy a holnap kérdéseire adjunk választ, akkor a többi párt is elviszi a saját szavazóit, akkor képesek leszünk arra, hogy a Fidesszel szemben egy alternatívát tudjunk nyújtani az őszi önkormányzati választásokon. Egyébként hány LMP-s képviselő bejutását látják jelenleg reálisnak? Most azt gondolom, hogy egy mandátum az nagyon valószínű, és küzdünk azért, hogy ketten is ott legyünk Magyarországról a zöld frakcióban.
Önök szerint a mindennapokban milyen lépéseket tehetünk a klímaváltozás elkerülése érdekében? Nagyon fontos az, hogy helyi dolgokat vásároljunk. A helyi gazdaság megerősítése a kulcselem, hiszen hogyha argentin marhahúst teszünk, az annak óriási költsége van. De hogyha helyi zöldséget, gyümölcsöt teszünk, akkor nem csupán helyben forog a pénz, hanem arról is szó van, hogy kevesebb a szállítási költsége van, sokkal alacsonyabb a klímaterhelés. De a komposztálásról is beszélhetünk arról, hogy a közlekedés kapcsán ne üljünk minden áron autóba, de hangsúlyozom, ez szükséges, de nem elégséges feltétele ahhoz, hogy a klímakatasztrófát elkerüljük, mert a nagy vállalatokat kell megfogni és a helyes útra visszatéríteni, hogy ne a negyedéves profitjuk hajszolja bele öngyilkosságba az emberiséget. Ha már a klímakatasztrófát említette, ön mit gondol, milyen következményei lehetnek azoknak a dolgoknak, amiről az előbb is beszélgettünk, ha nem figyelünk oda ezekre a mindennapos apróságokra oda? Itt természettudósok felvázolták a sajnos most reális forgatókönyvet, amely eléggé apokaliptikus víziót hozhat. Például az, hogyha nem sikerül, most van a sűrűsége a széndioxidnak, azt mondják, hogyha eléri a 440-et, akkor visszafordíthatatlan folyamatok vannak. Ez a 60-as években 250 volt, most 415. Tehát nagyon közel állunk ehhez a határhoz, ez a vörös vonalhoz, amit átlépünk, akkor például a tundrán a permafrostban megfagyott metángáz felszabadul, és még több üvegházhatású gáz kerül a légkörbe. Csak egy dolgot szeretnék ezzel elmondani, hogy ez egy globális probléma, de Magyarországot, az Alföldet még inkább érinti. Globálisan eddig 0,9 Celsius fokkal növekedett az átlag hőmérséklet, ez a Kárpát-medencében átlagosan másfél fok, az Alföld déli részén pedig 1,7 Celsius fok. Tehát 70%-kal nagyobb a növekedés, mint a globális átlag. És itt, hogyha nem akarunk félsivatagi tájat 15 éven belül látni, akkor most azonnal kell cselekednünk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, a továbbiakban is jó munkát kívánok Önnek. Önnek is. Ez volt az Aktuális, holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk magazinunkkal. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!